Ha addig azt gondolták volna, hogy a foci a férfiak sportja, akkor most meg fognak lepődni, ugyanis egyre népszerűbb a futball a nők körében. Így van ez Egerben is, ahol 2 éve jelent meg a foci női szakágon. Az Eger Labdarúgó Sport Kft. Rövid története során már is kiváló eredményeket ért el. Az U16-os csapat 2 játékosával, Berencsi Bernadettel és Mutzer Mirával, valamint edzőjükkel, Hegedű Zsolttal fogunk beszélgetni. Erről szerintem csodálatos sportról, már csak azért is hazahúz a szívem, mert ugye én is űztem ezt a sportot valamikor a múlt évezredben, ezzel szoktam haknizni. De szóval, Zsolt! Sziasztok! Igen, bocsánat, hát már bele is kavarodok. Szóval, hogy, mert április elsője van, na. Szóval, hogy hogy jön az ötlet, hogy csajoknak el kell indítani a focit? Ennyire érdekli a mai fiatal lányokat a labdarúgás? Én azt gondolom, hogy igen. Azért ez az ötlet már egy kicsit régebbi. Uh-huh. A 80-as évek közepén Egerben egy nagyon-nagyon jó csapat volt, női csapat, a Lendület, akik első osztályban, ahogy beszéltük itt előtte, hogy Szegeddel és nagyon sok jó uh-huh. csapattal mérkőztek meg. És 2017 tavaszán gondoltunk mi először úgy az Egri klubnál, hogy jó lenne ezt újra fellendíteni, és hát úgy néz ki, hogy sikerült. Nem volt egy egyszerű történet, főleg az első pár hónap, első pár év, de most már eljutottunk egy olyan szintre, hogy pont a mai napon kaptuk a hírt, hogy kiemelt központtá vált az Eger Ese női szakága, úgyhogy... Gratulálok! Az országban nem sok ilyen van, 15 összesen, úgyhogy sikerült ezt elérni. Fantasztikus! Milyen korosztályok járnak egyébként hozzátok? Mindenfajta. Tehát a felnőtt női csapatunk ugye MB2-es, van egy U19-es, U16-os, 14-es, illetve a Fükő Tibor kollégámnál már 5-6 éves lányok is szaladgálnak a pályán, úgyhogy minden korosztály. Na, csajok, hát kíváncsi lennék arra, hogy több nőiesebb sporták van, legalábbis sztereotípia alapján. Miért pont a labdarúgás? Hát nálam a 2 testvérem is focizott, uh-huh. és hát ők szerettették meg velem, ővelük fociztam olyan 7 éves koromig, aztán iskolába is fociztam, szóval ez rám ragadt. Hihetetlen, nem balettozik valaki, hanem bőrkel a lába alá. Mira? Hát nekem a nagypapámmal mindig meccset néztünk, ő nagy futballrajongó volt. Aztán a suliba is nagyon sokat játszottunk kint, mindig fociztunk, így beiratkoztam az esélybe, és megszerettem. És akkor azóta ez egy, igen. egy életérzés lett. Milyen gyakorisággal vannak edzéseitek? Hát 4 edzésünk van egy héten, plusz még van egy egyéni képzés 2 hetente. Aha. De igazából valaki többször is megjelenik, hogy egyéni. Gyakoroljon. Igen. Ezen kívül mondjuk otthon még ugyanúgy focizol a testvéreiddel? Igen. Na, hát kihagyhatatlan. Zsolt, mennyire kell másként nyúlni a lányokhoz, mint a fiúkhoz? Teljesen más. Ugye? Hát, teljesen más. Egyébként a lányok sokkal ügyesebbek. És ezt már kiskorban lehet látni, hogy a mozgáskoordinációjuk sokkal jobb, és olyan az agyunk, mint egy szivacs. Tehát, hogyha nekik megmutatunk valamit, akkor azt rögtön elkezdik utánozni, és én azt gondolom, hogy sokkal jobban illik az ő habitusukhoz ez a sportág, mint a fiúkéhoz. Én voltam fiúknak is edzője 4 éven keresztül, lányokkal ebből a szempontból sokkal könnyebb. Aha. Aztán van egy másik része, ami most rossz szoktam mondani, hogy azóta őszülök nagyon, amióta női csapat edzője vagyok. Velük azért sokkal nehezebb, ők sokkal lelkisebbek azért a nők. Uh-huh. Náluk azért egy-egy finom szó mindig kell. Tehát ott azért túlságosan keményen nem lehet, szokták is sokszor mondani nekem, hogy ó, most kicsit mérgesebb volt a edzésen, és ők ezt annyira azért nem szeretik. Annyira nem szeretik. De kell. Technikailag mennyire kemények egyébként az edzések? Ugyanaz, mint a fiúknál. Tehát ugyanaz szerint a periodizáció szerint dolgozunk, ugyanazokat azokat a dolgokat gyakorolják, mint a fiúk, és mint mondtam is, pont ez a 2 lány, aki itt tőlem, azért, hogy fényezem őket, de hát egy Mira vagy egy Berni a saját korosztályában azért sokszor ügyesebb, mint egy fiú. A fiú, nagyon sok olyan fiú van, aki dekázni nem tud, ők addig dekáznak, még azt nem mondom, hogy legyen vége. Tehát igazából ők technikai... De látod, hogy milyen jó, hogy nem hoztak be labdát, mert tényleg lealáztak volna bennünket. Tehát ők azért nagyon rendben vannak technikailag is, és az edzés minősége is, tehát fizikálisan is nagyon keményen úgymond dolgozunk, bánunk velük, de szerintem erre szükség is van, hiszen hétvégente mérkőzések vannak, valamikor
két mérkőzés is van egy hétvégén, úgyhogy nekik nem mehet gondot néhány kilométer például lefutni. Nagyon-nagyon keményen dolgoznak. Kicsit maradjunk az edzéseknél. Ti mondjuk mit szerettek benne a legjobban? Mert én mondjuk kosárlabdáztam, és kizárólag a játék részt szerettem. Hát nálunk is ez van. Szóval a edzések végén szokott lenni egy egymás közti meccs. Azt szoktuk várni a legjobban, azt élvezzük legjobban, de ez mindenkinek más, mert például nem tudom, hogyha Mirát megkérdezem, vagy nem tudom, valakit a csapatból megkérdezem, akkor lehet, hogy teljesen más mond. Nálunk ez úgy működött, bocsáss meg, csak erősíts meg, hogy mennyire változott mondjuk a ti szempontotokból, edzők szempontjából. Ugye nálunk mondjuk a hétfő az egy ilyen nagyon erőnléti edzés volt állandóan, ugye a hétvégi meccsek után, tehát csak futás, labdát nem is láttunk. Kedden már volt ilyen kis játék, szerda, csütörtök az egy taktikai történet volt, és péntek volt az, amikor már úgy rávezettük magunkat a meccsre. Ez most hogy néz ki? Hasonló egyébként, ez attól függ, hogy például szombaton vagy vasárnap van a bajnoki mérkőzés, vasárnapi bajnoki mérkőzés után azért hétfő az egy ilyen rávezető edzés. Aha. A keddi szokott az erőnléti edzés lenni, csütörtökön szoktunk gyorsasági edzést belerakni, és pénteken már tényleg csak igazából a mérkőzésekre készülünk, taktikai. Mondjuk a lányoknál ez nehezebb, mert olyan sok videófelvételünk azért a lánycsapatokról nincsenek, de akkor már ilyen beadások, érkezések, befejezéseket gyakoroljuk, azt már azért a lányok jobban szeretik. Hát nyilván, amikor az a... Na, arról meséltek nekem, és ez nagyon érdekel, hogy amikor először lementetek, fiúk lestek benneteket, hogy hú, itt vannak a csajok edzésen? Na, Mira? Hát nem tudom. Nem tudod? Nem merték körülnézni? Fiúk hát biztos furcsálták a lányokat. Furcsálták, hogy azért szinte nagyon sok fiú van aztán, hogy lányok is megjelennek itt. Hogy fogadták a fiúk a csajokat? Általában jól szokták fogadni a fiúk, sőt, még szerintem örülnek is nekik, főleg a nagyobb korban már. Aha. De egyébként én úgy tudom, legalábbis ez az én tudomásom, hogy azért elég jóban is vannak a fiúkkal, tehát ismerik is egymást, sokkal egy iskolába járnak, illetve akik azért régebb óta fotballoznak, mi mondjuk Mira meg Berni, ők fiú csapatokba kezdték. Tehát amíg nem volt ugye Egerben külön női szakág, addig fiúk között fotballoztak, tehát igazából szerintem megszerettették magukat velük. Fiúkkal vagy lányokkal nehezebb játszani, együtt játszani, vagy akár ellenük? Hát a fiúk ellen nehezebb, viszont együtt játszás szempontjából szerintem mindkettő ugyanolyan. Gól király vagy? Jól tudom? Vagy hol tartasz most a bajnokság, vagy az leszel? Az a célom. Az a célod? Na, hol tartasz most? 20? Most 21 gólos vagy. 21 gólos vagy. Ez hány meccsen? 5 meccsen. Azért az egy elég jó teljesítmény, az meccsenként 4 gólt jelent gyakorlatilag, hogyha egy megpróbáló fejbe számolni. Akkor te alapvetően csatárt játszol, gól gondolom? Hát támadó, balszélső támadó vagy. Balszélső támadó, mire te pedig az irányító középpályás vagy, ez a klasszikus 8-as. Mit szeretnétek elérni a labdarúgásban? Ugye most már azért van világbajnokság, vannak nemzetközi versenyek, kupák. Merre felé szeretnétek menni? Szeretnétek a sportban maradni, vagy majd a későbbiekben ez csak egy szép emlék lesz? Hát igazából én szeretnék a sportban maradni, ez az A-tervem, amivel szeretnék foglalkozni. Persze kell ez mellé egy B-terv is, hogyha bármi mindig ezt mondják, történne. De ezt csak a szülők mondják, az A-tervre koncentrálj. Igen, de én szeretnék a sporttal foglalkozni, és hát minél tovább jutni. Minél tovább jutni? Én is ugyanúgy focista szeretnék lenni, és hát még a legvadabb álmaimban is már a Bajnokok Ligájára gondolok, aha, vagy ilyesmi, én nekem nagy nemzetközi siker céljaim vannak. Válogatott? Nem, oda is szeretnék. Oda is szeretnétek eljutni. A labdaérzék egyébként azonnal látható mondjuk egy kezdő játékoson? Egy csapatba jelentkező? Igen, azért szokták mondani, hogy aki mondjuk egy labdasportákban jó, az a többiben is nagyon ügyes szokott lenni. Már az elején látszódik, igaz, most azért nagyobb problémák vannak már itt elsősorban a gyerekeket futni kell megtanítani, illetve a mozgáskoordinációjukat kell. Azért annó nem kellett ezt tanítani a gyerekeknek, akik lementek focizni a grund miatt, vagy akár olyan testnevelés órák miatt, amik tényleg testnevelés órák voltak. Ott már ezzel nem volt probléma. Manapság azért főleg a legkisebbeknél még azon kell javítani, hogy egyáltalán kúszni, mászni tudjanak, a mozgáskoordinációt kell fejleszteni.
de már a labdaérzék is látható. Tehát tökéletesen látni egy 5-6 éves kisfiúnál, hogy ő hogy nyúl a labdához, vagy éppen, vagy egy kislánynál, vagy éppen, hogy nem nyúl ahhoz a labdához, tehát azért próbáljuk észrevenni. De nem jelenti azt, én például a saját fiamról tudom, aki nem volt egy zseni. Tehát ő, amikor odajött hozzánk edzeni, az edző kollégák azt mondták, lehet sakkozni kéne neki. Jelenleg pedig az U12-es csapatunk egyik legjobb játékosa, tehát a munkával is sok mindent el lehet ítérni. Én azt mondom, hogy a 80% a munka, és a maradék 20% az a tehetség, mert lehetsz te tehetséges, hogyha nem dolgozol rendesen. Így van, és ez talán azt hiszem, hogy az elmúlt évek egyik legnagyobb sportembere, még Benedek Tibi szegény, ő fogalmazta meg, hogy nála is valami hasonló módon volt, hogy nem volt jó úszó, nem volt jó vízilabdázó, de szorgalommal azért mégiscsak háromszoros olimpiai bajnok lehet az ember. Lányok, én kívánom, hogy akár a BL-ben, akár a világbajnokságon, Európa bajnokságon szurkolhassunk nektek. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és kicsit bemutatunk. Sok sikert kívánunk a továbbiakhoz. Köszönjük szépen.